Williams Televízió. Varázslatos ötlettel álltak elő nemrég a Róder Imre Városi Könyvtár munkatársai. Életre keltettek egy porcicát, akinek történetein keresztül megismerhetik a könyvtár eseményeit is. A könyvtár pár hónappal ezelőtt elindított egy ilyen történetet, a porcica történetét. Ezzel a könyvtárat szeretnénk igazából népszerűsíteni, és a könyvtárban történt eseményeket szeretnénk bemutatni, közelebb hozni az olvasóknak. A könyvtárosok írják ezt a történetet, úgy indult a történet maga, hogy kaptunk egy nagy ajándékdobozt, ami tele volt régig használt könyvekkel, és ennek a doboznak az alján lapult egy nagyon félénk kis porcica, aki beköltözött ide hozzánk a könyvtárba, és így mindig a könyvtári eseményekben benne van, és akkor így próbáljuk népszerűsíteni a könyvtárunkat. Mi minden történt eddig a porcicával? Hát először is ugye, ahogy maga beköltözött a porcica, akkor csináltunk neki egy kis dobozt, egy porcica lakot, amit a gyerekek nagyon szívesen keresgélnek itt a könyvtárban. Akkor részt vett porcicánk a farsangon, a farsangi előkészületekben is, most részt vesz természetesen a mesefesztiválra való felkészülésben is. Kik írják a történetét? A történetét a könyvtárosok írják, itt kin munka közben, napközben, és egy nagyon kedves kolléganónk, Kaposi Kovács Enikő, aki levéltáros, egyben a helytörténeti anyagunk kezelője is, ő rajzolja meg a történethez a nagyon aranyos, kedves kis rajzokat. Tervezik-e esetleg azt, hogy amikor majd a porcicának számos története összegyűlik, akkor esetleg kiadják egy könyvben? Hát, ez még azért odébb van, reméljük sikerülni fog, volt már róla szó, de azért még addig sok-sok történetet meg kell írnunk. Maradnak a hagyományoknál, hogy a könyvtárosok írják a történeteket, avagy szeretnék esetleg majd egyszer a gyerekek fantáziájára is bocsátani? Ez is felmerült, hogy meg kéne hirdetni majd esetleg, hogy egy-egy részt majd a gyerekek írjanak, hogy ők gondolják tovább a történetet, hogy ők hogyan folytatnák. De egyenlőre még mi írjuk tovább, aztán majd kiderül. Szeretnénk majd megnézni ezt a porcicát. A takarítás nem ennyire kell rá figyelni. Nagyon-nagyon, igen. Volt itt nagy takarítás is, és ezt is belevettük az egyik történetben, hogy a ház nagy takarításánál teljes ijegységben volt, hogy esetleg ő is kikerül a könyvtárból, de hát szerencsére megmaradt az ő kis porcica lakja. Növekszik-e a porcica? Növekszik a porcica, igen. Annak ellenére, hogy a könyvtárban nagyon nagy tisztaság van, a porcica mindig is növekszik, és a gyerekeknek is egyre inkább tetszik, keresik a részeket most már folyamatosan. Az osztályok, akik jönnek ilyen könyvtárlátogató órára, vagy óvodás csoportok, nekik mindig adunk egy-egy fénymásolt porcicát, amit az iskolába vagy óvodába kiszínezhetnek, és a tanárnő, óvónő az mindig visszajuttatja hozzánk, és akkor ki tudjuk tenni a fali újságra, hogy a gyerekek hogy képzelik el a porcicát, és milyen ruhát, vagy milyen színt rajzolnak neki, barnát, szürkét, ki mit rajzol nekik. Lesz-e barátja majd a porcicának? Esetleg egy porkutya, bár tudom, hogy ez képzavaros, de hát ha. Már felmerült ez is, már volt poregér, meg mindenféle jó ötleteket kaptunk. Hát ez majd mindig, ami éppen aktuálisan adódik esemény, és ahhoz kapcsolódóan nem tudjuk még egyenlőre. Williams.